a gól! Come on!
Milyen érzés volt megszerezni Bonyhád ellen a forduló legszebb gólját? Hát nagyon jó érzés volt, köszönöm szépen a csapattársaimnak is, meg köszönjük szépen a 8 TV-nek a rekes sört, csapat nevében is. Igazság szerint hirtelen jött nagyon, az 27. másodpercben volt a gól, mi is meglepődtünk rajta. Nagyon szomorú vagyok ez a mai mérkőzés miatt, ugyanis egy megnyerhető mérkőzés volt. Hát haragszom is a ját fiúkra, mert amit kértem tőlük, abszolút nem tartották be. Kértem tőlük azt, hogy ismervén a két Márk testvéreket, hogy gyorsak, biztosító ember mindig legyen, időbe vegyük föl, toljuk ki ebbe a védelmet. Ebben nem is valósult meg, elég sok faultokat is csináltunk ez miatt, ugye, és hát végül is az a két kiállítás, ez még jobban elkeserített, mint maga a mérkőzés is. Nem tudom, azt hiszem, hogy nagyon el kell beszélgetni a fiúkkal, hogyan továbbról, mert ez nem helyén való ez a dolog. Hát jövő héten megyünk Majosra, azt sajnos egy olyat kell mondanom, hogy állunk ki, ezt nem tudom, ugyanis ez a 4 sérült játékosunk, plusz egy eltiltott, aki jövő héten játszott, de megint két kiállított játékos, ez 6 ember kiesése, nem tudom, hogy hogyan fogjuk tudni megoldani létszámilag.
megpróbáljuk, azon leszünk majd, hogy tisztességesen helytálljunk, de hát azért 6 játékos kiesése, ez elég komoly gondot okoz. Még egyszer, tehát nagyon szomorú vagyok. Mondhatnám azt, hogy nem minden játékos, de jó pár játékosnak a hozzáállásával, meg maga az, hogy amit kér az ember, nem tartottuk be, ennek tudható be ez a vereség. Nagyon örülök a győzelemnek, hiszen ahogy ma összeállt a csapat, ugye nagyon sok hiányzónk volt, úgy kezdtünk, hogy 4 ifista játszott a csapatba. Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, aztán az Zöcsény átvette a játék irányítását. Fordítani tudott, kihagytuk a 11-est, fél időben 3-2-re vezettek. Fél időben felemeltem kicsit a hangom, nem csak én, hanem a játékosok is, hiszen éreztük, hogy valami baj van, mert nem ment úgy a játék, ahogy azt elterveztük. Nagyon sok hibával játszottunk, pontatlanok voltunk. Ugye kihagytuk a 11-est, önbizalmilag is kicsit padlón voltunk. Tudtunk cserélni, megérkezett a Sebestyén Miki, ugye őt hátra vittem, a 2 Márkot pedig előre. Próbáltam egy kicsit a támadó játékot erőltetni. Aztán nem ment sajnos így se, mert ugye háttal álltak a kapunak, nem tudtak szembe kerülni az ellenfél kapujával. Visszahoztam őket középpályára, tehát próbáltam forgatni a csapatot. Azt hiszem, hogy ez így be is jött, hiszen amikor mélységből indultak és rájuk vezették a védőkre a labdát, akkor ugye sárgát kaptak, kiállítás történt. Azt mondom, utána szép gólokat rúgtunk, nyilván már könnyebb volt, hiszen az ellenfélből kiállítottak 2 játékost. Az utolsó 20 perc azt hiszem, hogy nagyon a miénk volt, azzal talán megérdemelten nyertünk, de egy nagyon lelkes és nagyon harcos Őcsényt sikerült legyőzni, akik nem véletlen értek el hazai pályán azért már ilyen eredményeket, és nagyon meg kellett szenvednünk ezért a győzelemért. Jövő héten Tolna ellen játszunk otthon. Ugye úgy gondoltuk, hogy a múlt vasárnapi mérkőzéssel, tehát a Szentgyörgy elleni mérkőzéssel egy idézőjelben könnyebb sorozat jön. Aztán ugye kikaptunk a Szentgyörgytől, most szenvedtünk Őcsénybe, jön a Tolna. Nagyon remélem, hogy ott már ott lesznek a játékosaim, akik hiányoztak ma. Nagyon remélem, hogy hazai pályán meg tudjuk szerezni azt a 3 pontot. Szeretnénk a tabellán egy kicsit följebb kerülni, ehhez kellenek azok a győzelmek.